A régi és az új képek párosításának végeredménye. A következő a feladat érzékelésének módja. Én fogom felolvasni a számokhoz tartozó betűket. Ha helyes a megoldás, úgy hagyjátok a párokat. Ha helytelen a megoldás, akkor egy flip-flop mozdulattal ráfordítjátok a rossz képre a rossz képet, mintha eltüntetnétek az asztalt. Ugye mi van? A zsűri utána fogja megszámolni, hogy mi az elért pontszám. Egyes képhez egy C jelzésű válasz kellett, hogy tartozzon. Egyes C. Kettes B. Béla. Kettes B. Hármas Géza. Négyes K. K. Kelemen. Ötös F, mint Ferenc. Hatos D, mint Dániel. Hetes H, mint Hugo. Nyolcas J, mint János. Kilences M, mint Mihály. Tízes L, mint László. Melyik mi volt? Ferenc, ötös Ferenc. Kedves Zsüri. Drágáim, gyorsak! Maximális pont természetesen 10, és megnézzük, hogy melyik csapatnak hány pontot sikerült össze párosítania. Figyeljetek! Egyes csapat 10 pont! Kettes csapat 7 pont! Az is szép! A hármas csapat pontszáma 8! 8 pont! A négyes 8 pontot ért el. 8. Az ötös 8-at, a hatos 5 pontot, a hetes 10 pontot. Söpörjétek be a politikát, a cuccokat, nagyszerűek vagytok. Vegyesek? Hát be, ahogy akarják, de hát ha már egyesek, akkor már ne vegyesek. Már elkezdtem a vegyesek. Nem baj, csak kell egy nagy politikát tegyétek be, azt készen éles. Nagy politikba lehet elesni. Drágáim, kártyahúzásos izgalmak következve ismét.